Köszöntök benneteket, az MNF 126-os 11. ó 3-ai nagyfehér sperma ültetésünkben a katéterünket már vetettük, és most felnyitjuk a tetejét, és a spermákat próbáljuk betenni Rozáliára, és most az a legnagyobb kérdésünk, hogy gyere hamar, adjunk neki egy kis kaját, és ez a legnagyobb tippés ötlet, hogy most a spermákat be tudjuk neki tenni. Tehát figyeljétek a műsorunkat, a tippeket, ötleteket, amivel most fel tudjuk hívni a figyelmet. Jóval, gyere egér, fordulj meg, jóval maradjál. Jó van, okos vagy. Na, menj arrébb. Na, gyere, hamar ide. Jó van, gyerünk arrébb, menj arrébb. Na, gyere, hamar ide. Gyere, adok neked enni. Gyere, hamar. Gyere, Rozi, gyere! Egyél, hamar! Tehát, amit látjátok, a spermát szépen beengedjük. Jó van, Rozi. Gyere ide. Bent van mind. Jó van. Gyere ide. Gyere, fordulj meg. Tehát, amint látjátok, a spermát betettük, és most már várjuk a kicsiket, legalább 10-12 kell, hogy kapjunk, és most már a katétert hamarosan ki tudjuk venni. Tehát figyeljétek a hősorozást, a katéterünket most már ki tudjuk venni, és a lehető legnagyobb ötletünk az, hogy Rozáliának a katéter úgymond még bent van, és figyeljétek ezeket a katéter hősorunkat, mert most már a végéhez közeledünk, és kifogyott a tartály. Kihúzzuk most már a tartályt, mert végeztünk, katétert lezárjuk, és hamarosan ki fogjuk venni a katétert is. Tehát figyeljétek a katéter műsorunkat is, amire most végötletelünk, és végéhez értünk a műsorunknak,
amire most még ötletelünk, és figyeljétek a műsorozást. Rozál jól megtűrte ezeket a dolgokat, Rozália jól megtűrte a dolgokat, tehát most már arra tudunk központosítani, hogy kivesszük a katétert. Rozál egy kicsit mozog, de nem baj, tehát most már ott tartunk, hogy a katétert kell, hogy kivegyük a pérából. Köszönjük a figyelmet, és viszontlátásra kismalacok revényébe. Tehát kész vagyunk a katéterezéssel, és köszönjük a figyelmet. Tehát a magyar nagy fehér spermánkat beadtuk, és a katétert is ki tudtuk venni, tehát ajánljuk mindenkinek a malac kismalac termesztést, amire most még ötletelünk, és figyeljétek a műsorozást, a feliratkozást, és azokat a gondolatokat, hogy kinek mi a véleménye a kismalac szaporításról, az időszakokról, a kirándulásokról, az ötletezésekről, és azokról a gondolatokról, hogyha akarunk egy jó kismalacot tenyészteni. Köszönjük a figyelmet!